Ez az egyik új gép, amit beszerzett a pécsi lemezmegmunkálással foglalkozó cég pályázati forrásból, de más eszközökkel is a modernizálás felé mozdultak el. Egy korszerű új CNC lehajtógépet állítunk üzembe, és egy teljesen új berendezést veszünk, egy kézi lézerhegesztő berendezést, ami korszakával megelőzi saját magát, mert hogy meggyorsítja a gyártási folyamatokat, szebbé teszi a terméket, és egyszerűbbé a gyártást. De nem csak eszközökben fejlesztenek ezen a telephelyen. Ez összesen 180 millió forintos ez a beruházás, amelyből 125 millió forint állami támogatást nyertünk. Nagy része gépekről szól, de jelentős támogatás fordul az épület korszerűsítésre, épület energetikai megoldásokra, illetve alternatív energiák alkalmazására. És természetesen, hogy a versenyképességünket növeljük, vállalati szervezésről is szó van, és képzésről is szó van ebben a pályázatban. A családi vállalkozás 30 éve működik, ezt is megünnepelték a héten. A gazdasági társaság jó példa lehet a többi ebben az iparágban működő vállalkozásnak, mondja a Dél-Dunántúli gépipari klaszter elnöke. A gépipari cégek hasonlóan más vállalkozásokhoz a következő évben egy picit jobban fognak izzadni, de hát végül is a munka mindig erről szól, hogy nekiállunk és megcsináljuk, amit kell. És nyilván a körülmények most jelentősen megváltoznak, sokkal nehezebb tervezni, előre látni azt, hogy a piacok hogyan változnak és alakulnak, de hát az, hogy egy vállalkozás 30 éve itt van, az pont azt igazolja, hogy lehetséges. A klaszter célja, hogy a résztvevő gépipari cégek összefogását, működését segítse. Ez most kiemelten fontos a mai gazdasági környezetben. Ezáltal olyan szinergiák szabaduljanak föl, hogy picit könnyebb lenne együtt, mint hogyha külön tennénk ezeket a dolgokat. Van ezen belül például közös beszerzési tevékenységünk is, de nem a véletlen műve, az egyik első projektjeink egyike volt közös beszerzés elindulása, ami nyilván sokat fejlődött az évek alatt. Amellett persze, hogy minden vállalkozásnak, minden tagvállalatnak megvan az a termékre, ami az ő specialitása. A közös beszerzés az alapanyagokra, az energiahordozókra vonatkozik többek között, hiszen a cégek összefogva nagyobb megrendelésnél olcsóbban kaphatják ezeket. Az elnök felhívta arra is a figyelmet, hogy a kiszolgáltatottságot is csökkenteni kell. Ebben is példa a pécsi családi cég, ahol hőszivattyú beállításával csökkentik a hagyományos energiahordozók felhasználását.